Szükségem lenne egy eszközre, de sajnos nincs rá pénzem, hogy megvegyem. Ismerős a szituáció? Te is találtad már magad hasonló helyzetben? Üdvözlünk! A Leasing Szövetség ezen kurzusát elsősorban azoknak ajánljuk, akik szeretnék megtudni azt, hogy milyen lényeges eltérések vannak az egyes leasing típusok és a hitel között, valamint azt, hogy melyik leasing típusnak milyen előnyei vannak. Mit akar az a kifejezés, hogy eszközfinanszírozás? Mik a lehetséges módjai? És azt, hogy mi a különbség a hitel és a leasing között. Hogyan alakult ki a leasing a mai formájára, és mennyire az életünk részévé váltak már a leasing ügyletek? Kik a leasing ügylet szereplői, és milyen kapcsolat van közöttük, illetve azt, hogy milyen típusai vannak a leasingnek? Úgy gondoljuk, hogy ez a kurzus nélkülözhetetlen lehet azok számára, akik a közeljövőben bármilyen eszközfinanszírozásba szeretnének belevágni. Azonban mindenki más számára is hasznos lehet, hiszen el sem tudjuk képzelni, hogy nap mint nap mennyi leasing tárgyal találkozunk közvetett vagy közvetlen módon. Legyünk tisztában a lehetőségeinkkel. És tájékozódjunk már előzetesen is ezeknek a lehetőségeknek a részleteiről, feltételeiről, költségeiről. Ezekben a kérdésekben szeretnénk segítséget nyújtani. Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor szeretettel várunk kurzusunkon. Sok sikert!